Azt szoktuk mondani, hogy a kamaszkor az az időszak, amikor a leginkább sérülékeny a fiatal fiú vagy lány, akár idegrendszeri szinten, akár egyébként pszichés értelemben, mert az identitáskeresés korszakában vagyunk. De az is érdemes látni, hogy kihívások, tehát fejlődési krízisek, kihívások nem csak kamaszkorban vannak, hanem lényegében minden életkori szakasznak van egy meghatározott kihívása vagy életfeladata, hogyha ez nem teljesül, akkor ott egy elakadás figyelhető meg. Ezt egy Erikson nevű pszichológus írta le először, neki van egy életpálya fejlődési modellje, tehát azt látjuk, hogy például a kamaszkornak a legfőbb feladata az identitás megtalálása, és a felnőttkornak a fiatal felnőtt kornak, ami már ugye utána következik, az intimitás megélése, az, hogy én tudjak kötődni valakihez. És aztán később egyre inkább mondjuk azt, hogy az ember mennyire tud produktívá válni, vagy később, amikor már idős az illető, mennyire tud visszanézni az addig életére, és integráltan mondjuk egységesnek látni azt, vagy mennyire alakul ki egyfajta kétségbeesés, hogy már nem ad semmit az életem. És azt szerint, hogy milyen elakadás van a fejlődés során, ugye életkori szinten, más és más funkciója lehet, megint csak ezt tudom mondani, az addikciónak. Tehát például, hogyha egy életközépi válságot nézzünk, mondjuk egy 35-40-50 közötti embernek az életközépi krízisét nézzük, akkor azt látjuk, hogy nagyon sokszor ő nem oldott meg egy, egy korábbi életfeladatot, és azt éli meg, hogy valamilyen szinten visszaugrik egy korábbi én állapotba. Sokszor látjuk ugye konkrétan azt, hogy mondjuk 35-40-50 körüli férfiak elkezdenek kamaszként viselkedni, vagy fiatal felnőtt férfiként viselkedni, mert visszatérnek egy kockázatkereső magatartáshoz. És ez hogy, hogy néz ki a való életben? Nagyon sokszor felnőtt középkorú férfiak elkezdenek mondjuk kipróbálni új szereket. Elkezdenek inni, elkezdenek drogokat kipróbálni. Ugye hivatalosan azt szoktuk gondolni, hogy a kipróbálás mindig a kamaszkorban van, de ez nem igaz feltétlenül. Sokszor pont az élet középidején alakul egy újra kipróbálási láz. Időskorban pedig az a probléma legtöbbször, hogy beszűkül az ember élet, ugye sokszor nyugdíjazzák az illetőt, már nem éli meg a társadalmi hasznosságot, és ilyenkor nehézséget okozhat az, hogy mit kezdjek a hátralévő napjaimmal, ami akár 20-30 év is lehet. Mit kezdjek a hátralévő évtizedekkel? És itt például a magánynak, ennek a, a, az érdeklődés beszűkülésének lehet a, a, a tünete az, hogy én elkezdek intenzíven inni, és elkezdem az alkoholt partnerként használni, vagy társként használni időskoromban. Vagy ugyanígy, hogyha mondjuk a kisgyerekről van szó, amiről beszéltünk korábban, okos eszközhasználat lehet az, hogy ő egyre inkább kényszeresen viszonyul egy technológiai eszközhöz, hogy számára a környezetből az lesz a kiemelt addiktív forrás.